Hagyományaihoz híven idén karácsony előtt is átadta adományát az első nyíregyházi Lions Klub a József András Oktató Kórháznak. Az egyesület 19 évvel ezelőtt kezdte meg működését, azóta minden évben átadja jótékonysági bájának bevételét a kórháznak. És mindig azzal segítünk, amivel éppen tudunk, valamikor kerítésvestéssel, valamikor a gyermekosztályon a Leóink által történő foglalkozással a gyerekekkel, valamikor tévét adományoztunk, valamikor fürdőszobát újítottunk fel, mindig, amire éppen a szüksége volt a kórháznak. Ezt természetesen előtte egyeztetünk, és hát örömmel jövünk, és hozzuk az adományt. Idén ez egy 500 ezer forint értékű mobil hangtechnika volt. A hangosításhoz szükséges eszközöket a kórház a rendezvények kitelepülésein tudja majd használni. Tavaly Szívvilágnapján határoztuk el, amikor olyan problémák volt, hogy hogyan is tudjunk ott a téren minél jobban megszólítani embereket, és akkor beszélgettük, milyen jó lenne, ha lenne nekünk egy ilyen hangosító berendezés, és hát most hála jó Istennek, illetve a Lions Club tagjainak megvalósult, egy ilyen hangosító berendezést kaptunk, amit nagyon sok helyen fogunk tudni használni. Számos adományt kap a kórház minden évben különböző civil szervezetektől, magánszemélyektől és cégektől egyaránt. Idén Lukovics György, aranykoszorús mesterfodrász és adománygyűjtés szervezett. Információt kaptunk, hogy a gyermekfertőz osztályon, a kórtermekben nagyon sokban még sajnos nincsen televízió. És mivel a gyerekek nem tudnak kijönni a kórtermekből, hisz hát logikus, mert fertőzött betegségbe szenvednek, úgy gondoltuk, akkor ezt a nemes célt úgy próbáljuk megcélozni, hogy adományt gyűjtünk a vendégeink körében. Ez nagyon szép száma történt, ez 500 000 forintos értéket jelent. Mióta a gyermekinfektológiai osztály átköltözött a felújított épületbe, a dolgozóknak folyamatosan célja, hogy minél család és gyermekbarátabbá tegyék a kórtermeket. Különösen fontos ez a gyerekinfektológiai osztályon, ahol olyan betegeink vannak, akiket a betegségük folytán izolálni kell, úgyhogy egymástól, illetve többi betegtől is védjük őket a különböző fertőzések miatt, és ezek a gyerekek sajnos nem tudnak olyan módon mozogni a kezelés alatt, mint a más osztályon lévők, nincsen számukra közös tér, nem tudnak kijönni a kezelés alatt a kórtermekből, bár a szülők ott tartózkodnak és ott vannak velük, minden szülőnek van biztosítva fekhely. Mivel a gyerekek mozgásait korlátozott, sokat segíthet akár a gyógyulásban és ha valamivel le tudják kötni magukat. A kisbetegek figyelmének elterelését szolgálja a most adományként átvett 7 új televízió is.